Köszöntöm Önöket, ez itt az Esti Mérleg, nem is olyan régen, kereken mondhatni egy héttel ezelőtt Márton Roland volt a vendégünk, az MSZP városi elnöke. Több mindenről szót ejtettünk, mégpedig az ellenzéki összefogásról és arról, hogy van-e jelöltje már a ellenzéki összefogásnak. Rácznéföldi Judittal, a DK városi elnökével fogunk egy kicsit reflektálni erre a beszélgetésre, illetve az együttműködésről is fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, jó estét kívánok a nézőknek. Nos, ugye azt hiszem, hogy a téma október 6-ai felvétele is az ön nevéhez kötődik, hiszen annak idején ön hozta nyilvánosságra a privát közösségi oldalán azt a fotót, ami egy kicsit tematizálta a közéleti szóbeszédet, a közéleti témát, hiszen akkor került elő ifjabb Balsai István neve úgymond a kalapból, és akkor kezdték el találgatni a különböző sajtóorgánumok, hogy akkor ő lehet-e a jelölt. Ez indította el szerintem ezt az egész folyamatot, ami már odáig jutott, hogy ugye az ellenzéki összefogásról, programról is beszélgettünk múlt héten a szocialista képviselővel. Hát ugye Balsai István 19 éve a barátom, és ugye a privát oldalamon osztottam meg egyébként egy Hérosz által szervezett sétán, amit ugye az Állatok Világnapja alkalmából rendeznek minden évben, és mi minden évben sétáltunk ott a kutyáinkkal, és a Pista is sétált ott tavaly is, csak pont nem október 6-ára esett. Igen, van a baloldalnak programja, nem is azt mondanám, hogy baloldal, inkább azt mondanám, hogy az ellenzéknek. Nincsen hivatalosan még polgármester jelöltünk. Azt viszont el tudom mondani, hogy azon dolgozunk közösen, most már a Momentummal együtt is, hogy egy olyan jelöltet találjunk, akire nem mondjuk azt, hogy baloldali vagy jobboldali, hanem ne osszuk meg így a társadalmat vagy a székesfehérváriakat. Nem szeretnénk egy olyan alternatívát nyújtani feléjük, olyan programokat, amikkel ők boldogabbak lesznek, és amiktől jobban érzik majd magukat Székesfehérváron, tudnak majd közlekedni, az egészségügyi szolgáltatás színvonalán tudunk javítani, és ehhez igen, egy jelöltet szeretnénk, Hódmezővásárhelyi panelt szeretnénk, és azt gondolom, hogy most ebben minden ellenzéki párt partner, hogy megtaláljuk azt a közös jelöltet. Ifjabb Balsai István, úgy tudom, hogy pont önöknek jelentette ki, hogyha ő kapna egy felkérést, igen, akkor szívesen vállalná. Nem volt még ilyen felkérés, nincs még ebben döntés. Nyilván szeretnénk, hogyha egy jelölt lenne a végén, de erre nem tudom még azt mondani, hogy ő a jelölt, mert ez még korai lenne, tehát ez nincs így. Akkor most tekintsünk meg egy összeállítást az említett múlt heti műsorból, és akkor utána innen fogjuk folytatni. Tudtam, hogy október 6-án jelent meg egy közösségi oldalon egy fotó, ami aztán utána egy kicsit így elindította, vagy tematizálta a közéletet, miszerint ifjabb Balsai István személye lehet az a független polgármester jelölt, amely mögé aztán beállhat a székesfehérvári ellenzék, a DK, az MSZP és a Jobbik. Aztán ezt meg sem erősítették, de azért gyakorlatilag nem is álltak ki mögül a kijelentés mögül. Így van, de nem ez az igazi hírértékű, hanem szerintem az, hogy a Fehérváron az ellenzéki pártok már tavasz óta gyakorlatilag együtt dolgoznak és működnek. Közvetlenül a választások után áprilisban és májusban közös megmozdulások voltak Székesfehérváron. Előzménye is van, mert nem Fehérváron volt az akadálya annak, hogy akár már a parlamenti választásokban hát olyan ellenzéki együttműködés alakuljon, amely képes egy táborba terelni a változást akaró szavazókat, és így eleget tenni annak a választói akaratnak, amely többségben van Magyarországon, és amely azonnal és radikális változásokat akar. Az együttműködés akkor most hivatalosan még nincsen, meg hivatalosan még nincs megnevezve polgármester jelölt, de azért gyakorlatilag meg lehet sejteni, hogy mégis van? Nem pontosan fogalmazott, szerintem lehet sejteni. Nem árulunk ezzel zsákban macskát, ezért most mutatkozunk az ellenzéki pártok vezetői Balsai István úrral együtt, és ő maga is elmondta, hogy amennyiben ezt az együttműködést össze tudjuk rakni, akkor ő vállalja a megmérettetést, de még nem tartunk itt.
Tehát még egyszer mondom, elég ővele is, és az ellenzéki pártokkal még elszántan kell dolgoznunk, hogy nem csak a közlekedés, nem csak az egészségügy, de például a lakhatási válság megoldására legyen olyan javaslatunk, amire alappal kérhetjük a fehérváriak bizalmát. Tehát abban már mindenkinek elegen van szerintem ebben az országban, meg Székesfehérváron is, hogy a politika anyázza a szemben álló oldalt, hogy az az ajánlat, hogy ő rá ne szavazz, hanem inkább rá, mert ő gonosz, mert rossz, meg ilyen, meg olyan. Én nem valaki ellen, és nem egy politikai, a város jelenleg vezető közösség ellen kérünk mi felhatalmazást, hanem valamiért. Nos, hát itt az elhangzott, ugye, amit már ön is megerősített nekünk is a korábbi Fehérvár TV híradó kérdésére, hogy ez az együttműködés, ez nem új keletű, hiszen már korábban is szó volt erről, hiszen már a parlamenti választáson is lehetett volna egy jelölt az ellenzéki oldalon. Ugyanakkor meg Márton Roland mégiscsak nekem úgy tűnt, mintha megnevezte volna a fázi jelöltet. Hát nekem is ez tűnik ki, de azt gondolom, hogy Márton Roland az MSZP nevében mondta, hogy az MSZP a Bajsa Istvánt szeretné jelöltnek. Szerintem ők ezt nem is titkolták. Azon dolgozunk, hogy az ellenzéki palettán tényleg mindenki számára megfelelő jelöltet tudjunk kiválasztani. Egy év van az önkormányzati választásokig, nagyon sok idő van még, úgyhogy én megnevezni nem tudom, mert hivatalosan nincsen még polgármester jelöltünk. Bajsa István örülne ennek a felkérésnek. Szerintem ő alkalmas erre a feladatra mindenképpen. Nem kötődik egyik párthoz sem, és ez nagyon-nagyon fontos dolog. Én hiszem azt, hogy fel tudunk állítani egy olyan fiatalos csapatot 2019. októberére, amivel igenis tudunk egy olyan kínálatot tárni a székesfehérváriak elé, ami tetszetős lesz számukra. Nem szeretnénk gyűlölködni, ezt nem is tettük az országgyűlési vagy a parlamenti választások előtt sem. Mi szeretnénk, hogyha jobb lenne ebben a városban élni. Mi ezeknek a feltételeit próbáljuk megteremteni. Szerintem képviselőtársam sem titkolta, hogy október 9-én már elkezdődött egy olyan közös munka, ahol külső szakértők bevonásával nagyon sokat dolgozunk ezen, és minden héten dolgozunk ezen, tehát összeállt egy elég komoly csapat, és én nagyon-nagyon hiszem azt, hogy jövő októberre tényleg megérdemeljük a bizalmukat a székesfehérváriaknak, hisz azért most már jó pár éve ezen dolgozunk szerintem az ellenzéki oldalon is, mindazok mellett, hogy nagyon sok olyan dolog is van egyébként, amit az ellenzék is megszavaz ugyanúgy a fideszes képviselőtársainkkal, hisz mind a 21-en ugyanazért a városért dolgozunk, tehát ezért mondtam, hogy nem lehet így gyűlölködni. Vannak dolgok, amiket másként látunk, de vannak nyilván nekik is nagyon jó ötleteik, amiket mi támogatunk. Vannak olyan dolgok, amiket mi javasolunk, és nyilván ők is támogatnak, hisz ugyanazért a 98 ezer emberért dolgozunk. Nyilván vannak vitáink, és a költségvetés kapcsán az elosztásokat máshova tennénk. Számunkra sokkal fontosabb a szociális szféra, fontosabb lenne a közlekedés, vagyis fontosabb a közlekedés. Tehát ezekben a súlypontokban van köztünk különbség. De dolgozunk, és bízom benne, hogy ez a székesfehérváriaknak tetszik. Mondjuk arra már vannak jelek erre az együttműködés rész, hogyha most végig gondolom az elmúlt heteknek a akár ilyen nagyvárosi rendezvényeit, akár megemlékezéseket, koszorúzásokat, ott azért egységesen jelent meg az ellenzéki oldal ifjabb balsaival kiegészülve, tehát nyilvánvalóan ez is valahol felvezető része lehet már a kampánynak. Igazából ez nem is a kampány még, ezt nem mondanám, hogy ez kampány. Szeretnénk, hogyha minél több civil embert be tudnánk vonni, és nem csak a koszorúzások vagy a megemlékezéseken, nem csak a helyi pártok képviselői vennének részt, hanem civil emberek is, akik szeretnének ezért a közösségért dolgozni, és mi szeretnénk teret adni másnak is, hogyha szeretne velünk egy közösséget vállalni, vagy szeretne a mi csapatunkban dolgozni, vagy szimpatizál velünk, tehát őket mind
örömmel látjuk egyébként, nem csak koszorúzáson, hanem ilyen megemlékezéseken, vagy kutyasétáltatáson. Pontosan ezzel is azt akarjuk megmutatni a székesfehérváriaknak, hogy abszolút nyitottak vagyunk, és tényleg nem akarjuk megbontani ezt a várost bal és jobb oldalra. Tehát, hogy ugyanúgy vannak fideszes ismerőseink, barátaink, akikkel komoly, értelmes, intelligens vitát tudunk vívni, és adott esetben még egyet is tudok velük érteni. Említette, hogy ugye megkezdődött ez a szakértői gárdával való együttgondolkodás, együttműködés, akkor ez már a kvázi program összeállítás, amit Márton Roland is említett? Igen, ez a program összeállítás. Igazából most abban a szakaszban tartunk, hogy próbáljuk összegyűjteni azokat az elemeket, amik a legfontosabb problémát jelentik ma a székesfehérvári lakóknak. És ugye négy olyan pont van, amit kiragadtunk, és emellett a négy pont mellett dolgozunk kisebb csapatokban már, és ezekre próbáljuk megtalálni a legjobb megoldást. És nem is azt mondanám, hogy kampány, hanem tényleg tenni szeretnénk, és hogyha eljutunk oda, akkor elő tudjuk tárni, hogy mi konkrétan mit is szeretnénk csinálni ebben a városban. Ez ugye, hogyha jól emlékszem, volt a közösségi közlekedés kérdésköre, akkor volt az egészségügy, talán amit még Márton Roland említett, az oktatásra is emlékszem, hogy voltak utalások, és mi a negyedik? Lakhatás volt még, és a szociális szféra. Tehát az oktatást azt odasoroltuk szerintem a szociális szférába. Azért az idős gondozásban is azt gondolom, hogy vannak még hiányosságok a városban, ugye több száz a várólista ma pillanatnyilag Székesfehérváron. Több idősek otthonában is ellátogattam az elmúlt hetekben. Alakult egy önkéntes meseolvasó csapat a városban, és több idősek otthonában megyünk és mesét olvasunk. Elképesztően jó élmény, és annyira jó találkozni ezekkel az idős emberekkel. Embertelen az a munka, amit ott az ápolók végeznek, és azért ott van tennivaló bőven mindegyik ilyen idősek otthonában. És ugye tudjuk, hogy kezd el öregedni a társadalom, és sajnos nagyon sok család nem tudja az idős hozzátartozóját elhelyezni, és azért több száz fő várakozik ma Székesfehérváron arra, hogy valamilyen ellátást tudjon igénybe venni, úgyhogy ez is hozzátartozik egyébként, és nyilván az oktatás, a kétanyelvű, már óvodai szinttől, ugye a várólisták ott is, tehát az óvodában, bölcsödében is elég magasak, úgyhogy sokat dolgozunk, tényleg, tehát csak a problémákat próbáljuk kiszűrni, hogy mi az, amit mondtam, ami a legfontosabb ma a székesfehérváriak életében. Hogyan tudnak majd gondolkodni a fejlesztésekben, vagy egyéb elképzelések megvalósításán, úgyhogy mondjuk ezeknek egy része kvázi állami feladatkörbe tartozik. Nyilván ott vannak olyan feladatok az oktatásra, hogyha gondolunk, ami mondjuk nem önkormányzati feladat. Tehát, hogy ezeket hogyan lehet majd összeegyeztetni, vagy koordinálni? Hát muszáj, ugye több pilléren áll ugye a parlament munkája is, és nyilván alulról építkezés van, tehát hogyha alul egy önkormányzat jelez egy problémát és elkezd lobbizni, most mondok egy példát, hogyha most az önkormányzat lobbizik azért, hogy a stadion felújítására a plusz összeget még fizesse ki, akkor azt gondolom, hogy lehet lobbizni azért is, hogy mondjuk a szociális területre kapjunk több forrást. Volt is erre példa egyébként a kórház felújításnál. Tehát azért mondom, hogy kapott is a város. Tehát vannak erre módszerek, vannak különböző pályázatok. Ezeket meg kell lépni. Tehát ezeket muszáj meglépni. Látjuk, hogy mi történik a társadalommal, és ezzel nagyon-nagyon sok feladatunk van. Látjuk a fiatalok problémáit, azt, hogy nem tudnak elköltözni otthonról, például ugye a lakhatás. Tehát 28 évesen kénytelenek otthon lakni, ugyanis ma Székesfehérváron egy 50 négyzetméteres lakást 130 ezer forintért tudnak bérelni. És ez óriási probléma. Vagy az, hogy vannak üres házi orvosi praxisaink, nincsenek orvoslakások, tehát mi szeretnénk a fiatal pályakezdő orvosoknak egy olyan lehetőséget kínálni, hogy itt maradjanak Székesfehérváron, vagy ide költözzenek Székesfehérvára, hogy olyan lakásokat, amik csak orvos is nyernek lakásokat. Ezt most azt hiszem, hogy a kórháznál pont talán megvan, hogy ott is van ilyen rezidens program, aminek a lakhatását segíti. Hát igen, csak hogy mennyire működik ez, meg ugye 10-20 fővel 10-20 főt jelent ez konkrétan, és ugye ha már ezt említette, akkor
ugye ott van most a nővérszálló problémája, ugye felújításra kerül, ami nagyon jó dolog, és abszolút támogatandó, csak most onnan ki kell költözniük. És ugye ott nincsen erre megoldás, hogy ők hova fognak onnan kiköltözni. Tehát kénytelenek ma piaci alapon bérelni lakást, ami ugye tudjuk, hogy teljes képtelenség egy ápolónői fizetésből. Nekik ez egy nagyon jó megoldás volt, hogy ott laknak, csak most, hogy ez felújításra kerül, nincs megoldva az ő lakhatásuk. Szóval szedik össze most folyamatosan az érintett területeket, és akkor próbálnak ilyen alternatív megoldásokat kidolgozni? Így van. Tehát több szakemberrel csináljuk ezt. Nyilván minden területnek megvan a saját szakember, mi se értünk mindenhez, tehát egyikünk sem, és ezért szakemberek bevonásával. Ugye a közlekedésben is nagyon-nagyon sokat mozgolódunk. Egyértelműen vissza kellene állítani az útszűkítéseket. Tehát ez nem normális, hogy leszűkítettük ilyen szinten az utakat. A Várkörút egy elhibázott döntés volt, tehát ezt ma már látjuk. És erre is komoly energiát fektetnek, hogy ne 50 perc legyen, vagy 38 perc Maroshegyről mondjuk bejutni a városba reggel, dolgozni óvodába, iskolába. Vagy mondjuk parkolóházak létesülhetnének, és ezt már Márton Roland is említette, ugyanakkor meg például pont azt hiszem, hogy a Kóklászló utcai parkolóházak esetében önök is tiltakoztak a parkolóház ellen. A parkolóház esetében én voltam az egyedüli képviselő, aki tiltakozott, és beszálltam az aláírásgyűjtésbe, és minden nemű segítséget megadtam az ott lakóknak, ezt nem tagadom és felvállalom, és elhibázott döntés lett volna a Kóklászló utcába. Ma már sajnos majdnem Székesfehérvár az egyedüli olyan megyei jogváros, ahol nincsen parkolóház. És én tehát azt akkor valahol vallom, mégis kéne parkolóház. Igen, csak azt vallom, és a többi nagyváros közlekedési moráját megnézve, mivel hogy nem értek hozzá, nyilván onnan tudok tájékozódni, és most, hogy elkezdtük ezt a munkát, azért beszéltem közlekedésmérnökökkel, és ők egyértelműen azt mondják, hogy nem szabad bevonzani a belvárosba az autókat, hanem pont az lenne a lényeg, hogy rakják le a belváros szélén. Na most, hogyha a Kóklászlóban megépült volna ez a parkolóház, így is nagyon nagy dugók vannak ott a Mátyás Király körúton, tehát nem bírta volna még el, hogy oda beszívjuk az autókat. Tehát egy kicsi úton tudtak volna csak kimenni. Tehát igaza volt az ott lakóknak, hogy ez oda nem jó, de a belváros peremén igenis kellene létesülnie. Ugye a közösségi közlekedés, tehát a buszokról már beszélt a képviselőtársam, de mondjuk egy olyan alternatív megoldás, hogy a parkolóházat létesítenénk mondjuk a Skála parkolóhelyén, és nem is feltétlenül felfelé, hanem lefelé, és lenne egy olyan buszos körjárat, ami behozza a belvárosba egyébként a gépkocsi vezetőket, azt gondolom, hogy ez működőképes lenne. És ugye mindenki azt mondja, hogy zöld, és ugye 2030-ra se tudjuk, hogy mi lesz, levegőszennyezés, stb. Tehát lehetne oda elektromos buszokat, kicsi elektromos buszokat, és azok mennének körbe-körbe, leraknák az autót az emberek, és szépen a körjárattal bemennének a belvárosba. Nos, hát elég sokrétű az elgondolásuk, a programjuk, vagy a fejlesztési elképzelések, amit most tehát akkor ez a széles körű csapat igyekszik összeállítani. Említette azt is, ugye, hogy az önök részéről, a DK részéről még nincs döntés, és hogy nyilván Márton Roland az MSZP véleményét fogalmazta meg. Mikor lehet a DK részéről döntés, illetve hogy akkor még jelenleg effektíve ön az ő jelöltjük? Igen, tehát a hivatalos álláspont az még továbbra is ez, tehát én erről egy személyben nem dönthetek, nyilván van egy elnökség, és van egy olyan határozat, ami még nem módosítottak. Azt gondolom, hogy tavasszal lehet ez végleges, hogy konkrétan ki lesz a polgármester jelölt. Mindenképpen, ahogy elmondtam az elején, azt szeretnénk, hogyha egy független egyik pártnak sem tagja lenne ez a jelölt. Istvánt én alkalmasnak tartom erre, abszolút. Meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Most még dolgozunk, tehát én tényleg azt gondolom, hogy korai lenne. Ugye 14 jelöltet kell felkészítenünk, 14 jelöltet kell megismertetnünk majd a székesfehérváriakkal, tehát nagyon-nagyon sok
feladatunk van. Ugye Fazakas Attilát, a Jobbik vezetőjét is megkérdeztük erről, hogy alkalmas, és ugye ő is végigmondta ezt a procedúrát, hogy náluk hogyan, meg miként zajlik ez az alapszervezetnél, meg felülről, hogy hagyják jóvá ezt a döntést. Akkor ezek szerint elképzelhető egy ilyen MSZP, Momentum, DK és Jobbik összefogás? Igen, elképzelhető. És ezért mondtam tudatosan, hogy nem baloldali összefogás. És nem is akarom ezt a szót. Igazából ezt az összefogást már annyira szétcsépeltük itt 14 óta, hanem egy fiatalos, lelkes csapatot szeretnénk összerakni. Függetlenül attól, hogy baloldali vagy jobboldali szemléletű. És pontosan azért, hogy ezek a fiatalok még lelkesek, aktívak, tényleg tenni szeretnének. Nagyon sok rétű emberrel beszéltünk most, nők, férfiak, különböző szakterületről. És igen, ebbe bele kell, hogy férjen a Momentumos, bele kell, hogy férjen egy civil, bele kell, hogy férjen egy tanárnő, vagy adott esetben bele kell, hogy férjen egy Jobbikos. Nekem is fura ezt kimondanom, tehát pláne, hogy liberális szemléletű vagyok, de igazából mi a cél? Az a cél, hogy Székesfehérvár elé egy olyan választási programot tárjunk közösen, amitől nekik jobb lesz. És mi ezt szeretnénk? Hogy nekik jobb legyen, és jobb legyen ebben a városban élni. Elismerve azt, amit a Fidesz tett, tehát azért mondtam, hogy vannak jó dolgok, mi szeretnénk ezt máshogy csinálni. Az április 8-ai eredmények tükrében több ellenzéki szavazat volt, mint fideszes szavazat, ami azt jelenti, hogy Székesfehérváron is igénylik az emberek, hogy valami legyen máshogy. Mi ezért fogunk felhatalmazást kérni. Tehát volt 9 éve ennek a városvezetésnek, és szeretnénk mi is megpróbálni, vagy valami újat mutatni, valami mást mutatni. És elég széles a paletta, úgyhogy ezért mondtam, hogy nem akarom az összefogás szót használni. Ez egy fiatalos, lelkes csapat. Én inkább ezt mondanám. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat. Köszönöm szépen én is. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, esti mérleggel természetesen holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!